Az önkormányzat csak a 2020. január 1-ét követő jogerős építkezési engedélyek után rója ki a fejlesztési illetéket. Fizetése alól mentesülnek azok, akik 60 négyzetméternél kisebb területű építményt építenek, vagy nem bővítik ettől nagyobb területtel a meglévő épületüket. Az illeték bevezetésének gazdasági oka is van, ugyanis a Dunaszerdahelyi önkormányzatnak a kormány szociális intézkedései plusz 1 millió eurós kiadást jelentenek. Az adómentes alap megemelésével az önkormányzatok részadókból származó bevétele csökken, a hiányt pedig pótolni kell. Az önkormányzatoknak két lehetőségük van pótolni. Vagy adót emelnek, az önkormányzatok 90%-a ezt teszi, tehát az ingatlanadót és a szemét elhordási illetéket, vagy csökkenti azokat a forrásokat, amiket eddig beruházásokra fordított. Van egy harmadik lehetőség, az pedig a fejlesztési adó. Jelentős bevétel kiesések mellett jelentős kiadás növekedés várható a 2020-as évben, ahhoz, hogy mi azokat a beruházásokat, amiket elterveztünk, véghez tudjuk vinni, forrásokra van szükségünk. Nem a mindennapi dunaszerdahelyi polgárokat érinti, hanem azokat, akik családi ház vagy lakásépítésbe fognak fogni 2020. január 1 utáni építkezési engedéllyel. Az építési vállalkozókat az új illeték nem lepte meg. Horváth József viszont lépcsőzetesen fokozatos emeléssel vezette volna be. Ők januárban átszámolják a pluszköltségeket, és ehhez igazítják a vállalkozási tervet. Amit mi építünk, tehát a kisebb bungalomokat, négyes lakásokat, és a kisebb családi házakat, nálunk körülbelül ez a 30 euró, az a beruházást körülbelül 4%-a fogja emelni. Természetesen meg fogjuk nézni a lehetőségeinket, hogy mit fog elbírni a piac, és esetleg melyet tudunk beépíteni, vagy be tudjuk építeni az árokba azzal, hogy eladhatók legyenek a lakások. Meg fogjuk nézni, hogy amit építünk, hogy hol tudnánk esetleg költséget csökkenteni. Dunaszerdahelyen néhány éve építési boom tapasztalható. Gombából épülnek az új családi házak és lakások. A dinamikus fejlődésnek azonban van hátulütője, ami kiadásokat jelent az önkormányzatnak. Megnövekezett a forgalom a város útjain, a városnak új elkerőutat kell építenie, új bicikliutakat kell építenie, körforgalmakat kell építenie, bölcsődét is létszámát emelni kell, és sok még egyéb infrastruktúrális beruházásra van szükség, elsősorban a új lakótelepeken, játszótérre, kutyafuttató részre is sorolhatnám tovább, és a városra hárul ezeknek a kiépítése. Az elmúlt években összesen több ezer lakást és házat adtak át Dunaszerdahelyen, a lakosság száma azonban nem nőtt ezzel arányosan. A fejlesztési illeték bevezetésével az önkormányzat szeretné mérsékelni a beruházások ütemét, hogy megőrizze Dunaszerdahely kisvárosi jellegét. Ennek pedig az az oka, hogy statisztikailag a felépült új lakóházaknak a körülbelül 20%-át építik dunaszerdahelyiek, és körülbelül 40%-át környékbeli településből valók, és körülbelül 40%-a pedig a járás határon kívül települ be a területünkre. A probléma az, hogy ezek a lakók nem jelentkeznek át állandó lakhelyre, Dunaszerdahelyre. Így a város évente több 100 000 eurótól esik el, tehát nem áll érdekünkben ilyen formában ezeket a fejlesztéseket is támogatni. Az önkormányzat viszont szeretné támogatni a dunaszerdahelyi lakosokat, ezért elindítja a fészekrakó programot, amelynek részleteiről a jövő februári képviselőtestületi ülésen születik döntés. Ennek lényege, hogy a fejlesztési adó egy részét a helyiek visszakaphatják.